A vállalkozó felsőoktatás nevű műhelymunka célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a vállalkozókat és a felsőoktatás Szerbiában. Szabadkán nagyon sok újdonsült vállalkozó van, akiknek valamilyen szintű fejlesztésre, vagy valamilyen projektre szüksége lenne. Ezért megjelennek igények, hogy jönnek hozzánk igényekkel, hogy szeretnénk valamilyen projektbe részt venni, nem szeretnénk, tehát hogy valamilyen projektbe segítsünk nekik. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy akkor szervezünk egy ilyen workshopot, ahol ezeket a vállalkozókat meghívjuk, akár nagyobb, akár kisebb középvállalkozókról van szó, és ezen a workshopon kicsit tudunk ismerkedni. Több Szabadka környéki cég is képviselte magát a rendezvényen. Elmondásuk szerint a gyakorlat megmutatta, mennyire hasznos, ha a cégek konzultálnak a felsőoktatási intézményekkel, így célirányosan képezhetnek szakembereket. Azt gondolom, hogy nem rendhagyó eseményről van szó. Ezek a fajta közeledések, amik most már azt gondolom, hogy a társadalmunkban nem mondom, hogy gyakoriak, de előfordulnak, hisz már a középiskolák is nyitottabbá próbálnak válni, és próbálnak kommunikálni a vállalkozókkal, a vállalkozásokkal, hogy mire van igazából szükségük. Az pedig, hogy egy felsőoktatási intézmények próbálnak közelebb kerülni a vállalatokhoz, vállalkozókhoz, ezt azt gondolom, hogy nem lehet nem elfogadni. A Szabadkai Üzleti Inkubátor is támogatta a rendezvényt. Ettől az évtől kezdve nagyobb hangsúlyt fektetünk a fiatalokra, vagyis együttműködünk az egyetemekkel és a főiskolákkal is. Ez évben márciusban indult egy ilyen vállalkozói jellegű fiatal innovatív verseny is, ami még most is lehet jelentkezni, és ezt a Műszaki Szakfőiskolával együtt csináljuk, valamint a Szabadkai Közgazdasági Egyetemmel és az Építészeti Karral. A workshopon részt vett több magyarországi felsőoktatási intézmény vezetője is. A Kecskeméti Főiskola dékánja a Mercedes-szel való együttműködésről, a Debreceni Egyetem dékán helyettese pedig a pályázatok jelentőségéről számolt be. A Győri Széchenyi István Egyetem tanára az Audival való kapcsolatukról, a Szegedi Tudományegyetem tanára pedig a duális képzés fontosságáról beszélt.